Az egyedül élő 86 éves nőhöz péntek éjszaka törtek be. Egyes elmondások szerint ki akarták rabolni. Azt, hogy miért fajult tettlegességig az ügy nem tudni, de az idős hölgyát jelenleg is kórházban ápolják újvidéken, súlyos sérülésekkel. A közeli szomszédokat próbáltuk megkérdezni, de többnyire csak zárt kapukat és ablakokat találtunk. Nem sokat tudunk róla. Hát a biztonság az meg maguk is tudják, hogy milyen. Én nem részletezném. Az utcában kicsit feljebb egy idős néni elmondta, egy nappal ezelőtt az eset előtt az ő anyósához is betörtek, feltehetőleg ugyanazok a tettesek. Annyit tudok, hogy betörtek oda ahol a anyósomékó, itt van pár ház Betörtek anyósomékó, éjszaka éjfültő egy óráig lezajlott minden. Anyósom szegény megijedt, kinyitta az ablakot, az kiabált, hogy de akkor már Leszakított, betörték az üveget, az ajtón az üveget, kiszakították a függönt, meg a szitajtót körül kivágták. És elkezdett kiabálni, Anyósom a szomszéd felé van egy ablak, és ott elkezdett kiabálni, hogy segítség, segítség, híják a rendőröket, mert rám törtek. Ennyi volt az egész. Mire kigyűjttek a rendőrök, nem találtak senkit. A gyanúsítottakat a rendőrség őrizetbe vette. Az elkövetők egy 14 és két 12 éves fiú. A legidősebbet nagybecskereken tartják 30 napos vizsgálati fogságban, a két 12 éves fiút pedig hazaengedték. Mivel a Szociális Központ munkatársai nem válaszoltak a hívásunkra, az iskolában érdeklődtünk arról, hogy korábban volt-e gond a fiatalok viselkedésével. Mi az iskolában a szakszolgálat ezekkel a gyerekekkel sokat foglalkozott, az ilyen megerősített nevelési munkákat elvégeztük velük, amikor valamilyen, valamilyen deviáns viselkedésre hajlamot mutattak, akkor, akkor ezeknek mindig elejét vettük idejében, úgyhogy teljesen kontroll alatt voltak az iskolában. Tehát mondhatom azt, hogy semmilyen utalást nem tettek a viselkedésükkel, hogy ilyesmikre is képesek lennének. A rendőrség továbbra is vizsgálja az ügyet.